Sziasztok srácok, ez itt ismét a TFK! És jelentkezünk a következő TF Cooler rovatunkkal, melyben egy Bixky CPU blokkot fogunk nektek bemutatni és megtesztelni. A blokkunkat egyébként a Lanzner Custom Design-tól kaptuk tesztelésre. Az Ákosról annyit kell tudni, hogy német, illetve magyar berkekben leginkább a vízhűtés építéseiről, modding dolgairól, illetve az OC megoldásairól ismerhetitek. Ő bocsájtotta nekünk rendelkezésünkre ezt az AM4-es blokkot igazából. Így van, testbenchünk ugye van, amire fel fogjuk szerelni, a jó vízhűtéseket már teszteltünk is rajta, viszont ahhoz, hogy egy blokkot le tudjunk tesztelni, hát rögtönöztünk egy vízhűtős testbench kiegészítést. Egy addon, egy modult. Így van, LK radiátorral, alapvető ventilátorokkal, ezt most vetjük be először itt élesbe, illetve most bontunk ki, szerelünk föl mi is élesbe egy Bixky blokkot. Igen, a későbbiekben még annyit elárulhatunk, aki követte az Instagram oldalunkat, vagy követi Instagram oldalunkat, aki nem, azt tegye meg. Ott már posztoltunk igazából Bixky termékeket. Igen. Ami még várható a gyártótól, az lesznek fittingek, pumpa tartály, igen, meg hát áramlásmérő. Igen, igen, tehát igyekszünk folyamatában mindig bemutatni egy-egy újabb dolgot ettől a gyártótól. Nemrég igen került ugyanis a piacra, tehát a magyarországi piacra, Európán belülről már több helyről tudtok ilyen Bixky termékeket rendelni, most már szerencsére Magyarországon is, viszont mi abszolút nem dolgoztunk végre, nem fogtuk kezünkbe, és hát úgy tudjuk, hogy jók. Itthon annyira nem is, viszont jó árérték arányban vannak, ez mindjárt ki fog derülni, ugyanis ki fogjuk bontani. Így van, itthon ugyanis az LK az egyik, akinek nagy neve van, és az Alpha Cool, ami ugye ismerős, de meg szeretnénk mutatni azt, hogy van más. Van élet rajtuk túl is. Na, bontsam, nyomjad. A doboz az egyszerű, igazából kicsit színes nekem. Rajta vannak az adatok, hogy mit fogunk kapni. Beltartalomban AMD blokkról van szó, RGB világítással, a minden igaz áttetsző fedéllel. Szépen be van csomagolva. Két részre elosztva a kis dobozunk, ugye szokásos szerelékek, RGB átalakító, illetve egy gyors tutoriál a felhelyezésről. Annyit még érdemes tudni, hogy ez a verzió, hogyha jól tudjuk, akkor Intelre is elérhető, viszont jelen esetben nálunk ugye AM4-es testbench van a kezdetek óta, így van. Így egy AM4-es blokkot kaptunk, hogy megpörgessük. Egyébként a ARGB-ről, 5 voltos RGB csatlakozása van a dolognak, ugye az RGB-ről már volt egy videónk, azt nézzétek meg, hogyha nem tudnátok, hogy mi az az 5 voltos ARGB. Na és maga a blokk szépen le van matricázva antistatikus zacskóba. Meg kell hagyni, igényesen. És egy óriási talp. Ugye az óriási talp nem véletlen, hiszen jól tudom, hogy ez Threadripper processzorokra is alkalmazható. Igen, a felső felületen látszik, tehát a fedélen látszik, hogy több furat táv van rajta. Ebből adódik, hogy AM4-re, AM3-ra, illetve Threadripper-re is ugyanezt fogjátok, ha minden igaz, kapni. Azért beszélek ilyen feltételes módban, mert még mi is ismerkedünk a termékpalettával, tehát igyekszünk minél jobban bemutatni majd itt az idő folyamán. Egyébként szép, nézd meg. Szép, nagyon. Ami egyből szembe tűnik és feltűnő szerintem, hogy nem egy visszafogott gyártóról beszélünk, itt rögtön ugye van egy kis arany design, illetve maga a Bixkynek a logója ezüstbe, tehát azért úgy ránézel és tudod, hogy ez egy Bixky, nem? Igen. Igen. De szép a kidolgozás. Itt a ledsoron oda is oda van írva, hogy Bixky. Jól néz ki, ha majd a gyakorlatban megnézzük, hogy... Amit még itt kézbe fogva gyorsan el tudok mondani nektek, hogy van súlya, nehéz. Van benne anyag. Na, maradjunk annyiba. Van benne anyag. Oké. Na, akkor felszerelés. Szereljük föl. Meg fogjuk mutatni, hogy mennyire egyszerű vagy bonyolult AM4-re fölhelyezni. Szokásos testbenchünk, ugye már ismeritek, rákerül,
összekötése és feltöltése körül a rendszer, és akkor utána, hogyha minden igaz, meg is teszteljük egy picit a 2600-as Ryzenünket. Egy Asrock X470 Gaming K4 alaplapban. Lássuk van. Neki. Na, srácok, a tesztekkel végeztünk, ezt valami timelapse formájában szerintem láthattátok is itt a mozgulódásokat, műveleteket, felszerelést, ami egyébként borzasztó egyszerű. Mint a faik. Nagyon konkrétan. Egyszerű. Tényleg? Jó, nekünk egy picit nehezebb volt így, ugyanis ugye alá kellett így a tesztben alá nyúlni, tartani a backplate-et, nyilván ez most ilyen körülmények között. Gyakorlatilag van egy hátlap, amire alátéttel a négy rukós csavart betekerítek egységesen, úgyhogy tényleg egyszerű a felszerelés ennek a blokknak. A tesztkörnyezetünkre térünk ki még egy picit mielőtt az eredményeket megbeszélnénk. Ugye egy LK240-es Slim radiátorról van szó, ezen helyet foglal kettő darab Alpenfön Wing Boost 2-es ventilátor. A ventilátorok egyébként 1400 fix fordulatszámra lettek beállítva, a DDC pumpánk úgy szintén fix 12 voltról üzemeltettük. Ilyen beállítások mellett a szokásos Sinebench CPU-tesztet, illetve CPU-Z stressztesztet futattuk. A maximális hőmérséklet a CPU-Z esetében 59 fok volt, még a Sinebench-nél 61 fokig ment fel a hőmérséklet. Tehát ez volt a maximális, tehát mindkét esetben a maximális. És a szobában pedig 22 fok. Igen. Mert hát csak szóval hőmérséklet, 22 fok, ez jó. Úgyhogy az eddigi mért eredmények közül, hát nagyjából ezt vártuk, hogy ez lesz a legjobb, pár fokkal ugyan, de még mindig jobb volt, mint az eddigi léghűtés, illetve a jó hűtések. Ezt egyébként ugye vezetjük majd most a fórumonkon, ugye az előző két Cooler Master is felkerült oda, legalábbis az eredmények is, ez is fel fog kerülni, és ahogy szépen így tovább. Igen. Ugye ezt fixnek szálljuk ezt a tesztkörnyezetet, hogyha a blokkot tesztelünk, akkor mindig ezekkel az alkatrészekkel, mindig ugyanazokkal a beállításokkal, fordulattal fogunk tesztelni. Itt talán mérvadó lesz az, amit csinálunk. Így van. Srácok, ennyi lett volna a mai videónk. Hogyha tetszett, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, hogyha még nem tettétek volna meg, és tartsatok legközelebb is velünk. Sziasztok! Sziasztok!